Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója február 25-én hétfőn. Meggyilkoltak egy fiatal nőt Kajárpécen. Győr részesedett a legnagyobb mértékben a fejlesztésekre szánt pénzekből, és újra győzött az Eto FC Győr a hétvégén. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Elfogadták Győr 2019-es költségvetését, a büdzsé főösszege csaknem 56 milliárd forint, 2,5 milliárddal több, mint tavaly. Újraindul az Oxigén Média középiskolásoknak szóló műveltségi vetélkedője, a Kultkupa középpontjában ezúttal a Munkácsi trilógia áll. Megvédte címét Lőrinc Viktor, a birkózó magyar nagydíjon 2 napon át Győrben versenyzett a kötött fogású világelit. És folyamatosan enyhülő idő várható a héten, adásunk végén jön a részletes időjárás jelentés. Nagy vitát váltott ki a 2019-es költségvetési tervezet a győri közgyűlésben. Több ellenzéki módosítási javaslat is elhangzott, ezért nagyjából 1 órán keresztül tartott a napirendi pont megvitatása. Végül, módosítás nélkül, a többség elfogadta a tervezetet. A hétfői győri közgyűlés második napirendi pontjaként a 2019-es költségvetést vitatták meg a városvezetők. A tervezetet Fekete Dávid Győr alpolgármestere mutatta be nagy vonalakban a megjelenteknek. A város cikkelőzési adóbevétel lesz várhatóan a legnagyobb bevételünk, mint egy 22 milliárd forinttal, közel 3,5 milliárd forintot remélünk építményadóból, gépjárműadóból 500 millió forintot, és amit szintén szeretnék kiemelni, bár ugye az adó nemek közül nominálisan ebből folyik be a legkevesebb, de mégiscsak nagyon sokat mutat az, hogy idegenforgalmi adóból, mint egy 175 millió forintra számítunk az idei esztendőben. A korábban jelzett problémákat az ellenzéki képviselők az ülésen is felvetették. Az MSZP képviselői szerint több sor is kérdéseket vett fel az előzetes tervezetben. A tavalyi évben 40 millió forintot terveztek a nyárzáró koncertre, az idei évben 115 millió forintot. A tavalyi évben városi kiadványokra nem terveztek. Idén 31,5 millió forintot tervezett kerülőszeg. Ez kb. 150 millió forint, amiben ugye a nyárzáról tudjuk, hogy augusztus végén lesz. Végén lesz, amikor az önkormányzati választásokat már javában fog zajlani az aláírás gyűjtés. Valahogy mégis erre egy hatalmas összeget el kell kerülni, hiszen egy jó kampányt az jó megújóan kell. Emellett többeket aggaszt a lakosok csökkenő száma is, melyre a költségvetés tervezetben nem reagáltak semmilyen módon. 125 ezer fő alatti, ma már a lélekszám Győrben, 123 ezer fő. Ez azt jelenti, hogy olyan folyamatok vannak a városban, amikre nekünk reagálnunk kellene. Valószínűleg nem lettek kevesebben a győriek, csak elköltöztek Győrből, kiköltöztek az agglomerációba. Miért költöztek ki? Valószínűleg magas ingatlanárak miatt. Valószínű, hogy a szolgáltatások, amit nyújtunk a városban, a tömegközlekedés, az nem megfelelő. Az ellenzék által felvetett problémákkal tisztában van a városvezetés. Nagyon sok helyen elhangzott, nem megvonások vannak és voltak a költségvetésben, hanem csak átcsoportosítások. Ez az oka annak, hogy nem reagáltak konkrétabban a tervezetben több felvetett gondolatra. A másik kérdésben pedig nem elnéptelenedésről van szó, hanem egy teljesen más jelenségről. Valóban látjuk azt, hogy statisztikailag csökken a városnak a létszáma. Sokszor mi is értetlen állunk ezelőtt. Bizonyára van egy réteg, amiről képviselőtársam, nagykor képviselőtársam beszél, hogy kiköltözik a városból. Szerintem sokkal nagyobb az a réteg, aki beköltözik, csak nem jelentkezik be. Ez a helyzet. Albérletben van, egyetemista, időszakosan van jelen a városban. A közel 1 órás vita során az egészségügy, az oktatás, a lakhatási lehetőségek javítása is szóba került. Lezárásként Borkai Zsolt foglalta össze a módosító indítványok tartalmát a szavazás előtt. Varga Márk, Borai Balázs és Juhász István önkormányzati képviselők módosító indítványon éltek, ami azt jelenti, hogy a már ismertetett elemek megvalósításával a mintegy 11 milliárd 226 millió 679 ezer 658 forint vegyünk figyelembe. 18 igen, 6 nem, 0 tartózkodással a képviselőtestület Győr megyei város 2019. évi költségvetését elfogadta. A másik nagy vitát kiváltó kérdéssel, a győri tömegközlekedés problémájával részletesen keddi híradónkban foglalkozunk.
Győr részesedett a legnagyobb mértékben a 2014 és 2018 közötti fejlesztésekre szánt pénzekből, derül ki a takarékcsoport elemzéséből. Ez nagyjából 170 milliárd forintot jelent. Győrben a legnagyobb beruházások között szerepeltek többek között az Audi projektjei, a Széchenyi István Egyetem multifunkcionális épülete vagy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központja. Az elemzők összességében megállapították, hogy a nagyobb beruházások színhelyéül szolgáló városokban a lakásárak emelkedése is jelentősebb volt. Győr esetében 75%-kal kerültek többe a lakások 2018-ban, mint 5 évvel korábban. Nem kell igazolás az adótervezethez, ez áll az adóhivatal közleményében. Az adóhatóság idén is külön kérés nélkül elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Ezt a munkáltatóktól kapott adatok alapján állítják össze. Akik nem szeretnének ezen változtatni, azoknak semmit sem kell tenni. A tervezetből automatikusan bevallás lesz. Fontos határidő közeledik az autósok számára. Az évvégi évfordulós kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezőknek legkésőbb március 1-jéig kell rendezniük az esedékes díjrészletet. A határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, így a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége arra figyelmeztet, postai csekken szerdától már senki ne fizesse be az összeget. Ha egy biztosító a határidő lejártáig nem kapja meg az esedékes díjösszeget, a hatályos jogszabály szerint másnap már törölnie kell az adott szerződést. Megöltek egy fiatal nőt Kajárpécen, közölte a rendőrség hétfőn a honlapján. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságra reggel érkezett a bejelentés arról, hogy Kajárpécen egy házban holtan találtak egy nőt. Az áldozatot megszúrták, a helyszínen meghalt. A rendőrök két órán belül elfogták a gyilkosság gyanúsítottját, egy 29 éves győri férfit. A Kisalföld úgy tudja, az áldozat egy 27 éves anyuka. Újraindul az Oxigén Média középiskolásoknak szóló műveltségi vetélkedője. A Kultkupa középpontjában ezúttal a Munkácsi trilógia áll, a fődíj pedig egy kétnapos buszos osztálykirándulás lesz Debrecenbe, teljes ellátással és egyedi idegenvezetéssel a Déri Múzeumban. A kezdeményezést olyan vállalkozások is felkarolták, amelyek célkitűzései között a kultúra és az oktatás támogatása kiemelt helyen szerepel. Készülnek a gépek ennél a győri cégnél. Tevékenységük a gépgyártás teljes folyamatát lefedi, a mechanikus tervezéstől egészen az üzembehelyezésig. Berendezéseiket elsősorban a járműiparban használják, partnereik között az összes Magyarországon letelepedett autógyártó ott van, de ezek beszállítóival is együtt dolgoznak. Az ügyvezető igazgató azt mondja, fontosnak tartják a kultúra, a sport és az oktatás támogatását, ezért döntöttek úgy, hogy odaállnak az Oxigén Média vetélkedője mellé is. Egyrészt van egy apropó, Munkácsi trilógia teljes és ismét megtekinthető, másrészt van egy nagyszerű kezdeményezés, a Munkácsi Kultkupa, amely a fiatalokat célozza meg és a képzőművészetet népszerűsíti. Bera Attila hozzátette, mindez összhangban van a vállalat törekvéseivel, amit pedig a kiállításon látott, az őt is lenyűgözte. Pár héttel ezelőtt jártam Debrecenbe, a Déri Múzeumban, és láttam a Munkácsi trilógiát, nagy hatással volt rám, és biztos vagyok benne, hogy az a közösség, aki a Kultkupa révén eljut Debrecenbe, a Déri Múzeumban, egy maradandó élvénnyel fog gazdagodni, és bízom benne, hogy a közvetlen környezetünk és a kollégáim gyermekei révén esetleg érintett lesz. A vállalat 1996 óta működik Győrben, és jelenleg több mint 100 embernek ad munkát. A győri Bercsényi Középiskolában is megtartották a Magyar Parasport napját. A bercsényis diákok parasportolókkal és fogyatékkal élőkkel együtt ismerkedhettek meg több parasporttal is. A győri sportiskola mellett az országban több száz intézményben tartottak még hasonló érzékenyítő programot. Aki akar, az tud sportolni. Ezzel a mondattal nyitották meg a győri Bercsényi Miklós sportiskolában a lélekmozgató nevet viselő programot. Ennek a lényege, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Szövetsége felhívja a figyelmet az ország összes köznevelési intézményében, hogy február 22-én foglalkozzanak a parasporttal és a fogyatékkal élőkkel. Ennek a sportnapnak az lenne a lényege, hogy érzékenyebbek legyünk egymás iránt, és kipróbálják az épek azt,
hogy milyen is más érzékszervvel élni, és hogyan lehet esetleg éppen adott pillanatban sportolni. Hát én abban bízom, hogy ez az érzékenyítés sikerül, és egyfajta boldogságélmény lesz minden résztvevőnek ez a mai nap. A program célja, hogy az ÉP és a fogyatékkal élők elfogadják, megismerjék egymást, és hogy közösen elérjék, hogy a fogyatékos szó csupán egy adat legyen. Az eseményen parasportokat próbálhattak ki az érdeklődők, többek között az ülőröplabdát, a kerekesszékes kosárlabdát és a vakfutást is megismerhették közelebbről. Tényleg olyan volt, hogy ő vezetett, rábíztam teljesen magamat, és furcsa volt igazából, hogy úgy mentünk, hogy én nem látok, és csak benne volt a bizalom. Tényleg ez a bizalomra épült az egész. A kezdeményezésen több jelenleg is aktív győri kosárlabdázó is megjelent, de rajtuk kívül parasportolók is részt vettek, akik rendkívül közvetlenek és segítőkészek voltak. Tudok segíteni, meg tudom mutatni a különböző technikákat, a dobás technikát, hogyan kell széket hajtani, és ha van, akit ez érdekel, természetesen segítünk neki. A célhoz vezető szemléletformálást már a gyerekeknél el kell kezdeni, ezért az óvodák felé is nyitottak már a szervezők, akik idén is több száz intézményben tartottak érzékenyítő napot. Nem zártak jó hétvégét térségünk csapatai a labdarúgó NB2-ben. A 25. fordulóban egyedül az ETO-FC Győr tudott győzni. A Siófokot 1-0-ra verték hazai pályán, és sorozatban harmadik győzelmét aratta. Vácon maradt alul, a Mosonmagyaróvár 2-1-re kaptak ki. Hasonló eredmény született, csak fordított előjellel a Dorog Kazincbarcika találkozón is. Rendkívül gólgazdag mérkőzést játszott a Soroksár és a Gyirmót. A listavezető kék-sárgák erejéből csak a szépítésre futotta a találkozó hajrájában. Bár az orosz versenyzők az utolsó pillanatban visszamondták nevezésüket a birkózó magyar nagydíjon, így is világszínvonalú mezőn gyűlt össze a Győrben rendezett kötött fogású versenyre. Az áprilisi EB-re készülő magyar válogatott 1 arany és 3 bronzéremmel zárta a tornát. 30 ország mintegy 200 birkózója érkezett Győrbe a hétvégén a kötött fogású magyar nagydíjra. Rendkívül erős mezőn gyűlt össze, igazi mini világbajnokságnak adott otthont az Olimpiai Sportközpont. A magyar nagydíj egy hagyományos verseny, már 20 éve rendezi Magyarország, és második éve került be az UVV, a Nemzetközi Szövetség Grand Prix állomása közé, tehát itt már világranglista pontokat lehet szerezni, ami alapján majd az őszi világbajnokságon pedig a kiemelés fog eldőlni. A szombati nyitónapon mindössze 1 érmet szereztek birkózóink. A 72 kg-os mezőnyben ráadásul magyar csatát hozott a bronzmérkőzés. Az előzetesen esélyesebbnek tartott Kozák István némi meglepetésre alul maradt Tóth Martinnal szemben a helyosztón. Vasárnap viszont 4 magyar birkózó is éremért léphetett a szőnyegre. A 77 kg-osok között nehéz feladat várt Szabó Lászlóra. Neki ugyanis a világ és olimpiai bajnok Kim Hyeong-guval kellett farkas szemet néznie. Hiába vezetett sokáig a magyar versenyző, a koreai egyenlített, később végrehajtott akciójával pedig meg is nyerte a meccset. Többen mondták, hogy a bírónak már a szájába volt a sík, már fel akart állítani, és akkor tudott megemelni. A 3-3 az már neki volt jó, de utána is mentem előre, voltak lehetőségeim, majdnem összejött egy váldobás, úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy jól ment a birkózás, és elégedett vagyok, sajnos az érem nem jött össze, de hát készülök tovább, és remélem, hogy legközelebb majd összejön. A nehéz súlyúak mezőnyében viszont meglett a nap első magyar érme. Lán Bálint inkább küzdelmes, mint akciódús mérkőzésen győzte le ellenfelét. Az életemért küzdöttem, ez egy nagyon jó ukrán birkózó volt, aki nem akarta feladni. És tényleg az utolsó cseppérünkig véremig kellett harcolni, és ő is az utolsó cseppérig harcolt. Taktikailag én most ezt jobban hoztam le, mint ő. Ennek is köszönhető többek között a győzelem, meg hogy talán én jobban akartam a magyar közönség előtt. 87 kg-ban 2 magyar versenyző is éremért mehetett. Előbb Szilvási Eriket szólították a birkózó szőnyegre, akit éppen Lőrinc Viktor győzött le a negyeddöntőben. Szilvási a bronzmeccsen 9 másodperccel a vége előtt egy gyönyörű csípődobással megfordította és megnyerte a meccset fehér orosz ellenfele ellen. Mai napomat nézve muszáj voltam ezt megcsinálni, mert nagyon elégedett voltam a birkózásommal. A Viktor ellen elkövettem egy taktikai hibát. Azért kicsit mérges vagyok magamra, de sikerülni kellett, mert nagyon jó formában éreztem magam.
A nap és a torna csúcspontját egyértelműen Lőrinc Viktor fináléja jelentette. A magyar klasszis már a meccs elején kétszer megpörgette Algír ellenfelét, így a hátralévő időben már csak meg kellett tartani a magabiztos előnyét. Két héttel ezelőtt is volt egy verseny Zágrábot, és sikerült nyernem, és ezt a két versenyt összevetve azt, hogy mondjam, hogy jó úton haladok, vannak előrelépések mind az állás, mind a lenti helyzetből. Nyilván vannak hiányosságok is, volt egy-kettő olyan szituáció, ami engem is meglepett, hogy rosszul jöttem ki belőle, de hát ezeket ki kell majd javítanunk, és úgy gondolom, hogy akkor összeáll egy olyan birkozásá, amit várok majd magamtól az asztalai világbajnokságon. A három bronz és egy aranyérem egyben azt is jelenti, hogy az EB-re készülő magyar válogatott csapatban is a legjobbnak bizonyult a nagy díjon. A férfiaknál Pétervári Molnár Bendegóz, illetve könnyű súlyban Galambos Péter nyert a 29. evezős ergométeres országos bajnokság első versenynapján Győrben. A kétnapos viadalra 49 egyesület, 923 versenyzője nevezett, és 38 számban hirdettek bajnokot. Kemény küzdelem az ergométeres országos bajnokságon. A kétnapos rendezvényre csak nem 1000 sportoló érkezett. A profik számára a verseny azért is volt fontos, mert egy visszajelzést kaphattak arról, milyen állapotban vágnak neki az idei szezonnak. A versenyzőink ugye megkapják az érmeiket, inkább ami számunkra nagyon fontos, az a méretű visszaigazolás, amit az ergométer tud adni a tekintetben, hogy milyen fizikális állapotban vannak a versenyzőink, és indul ugye bízunk benne, hogy lassan tavaszodik, és indul a vízi szezon, és a vízi versenyeinkre összpontosítunk, annál is inkább, mert az idén kvalifikációs világbajnokságot rendeznek. Itt derül majd ki, kik képviselhetik közülük a magyar színeket a 2020-as tokiói olimpián. A rendezvényen jelentették be azt is, hogy a Magyar Evezős Szövetség az egyik hazai sportszergyártóval kötött támogatói szerződést. A sportág számára fontos maga a megjelenés is, és örülünk annak, hogy találtunk egy olyan sportszergyártót, amelyik szívesen áll a sportágunk mellé. Bízunk benne, hogy ez egy hosszú távú és gyümölcsöző együttműködés lesz. Bőven tartogatott izgalmakat az úgynevezett VIP futam is. A több mint 20 indulónak 500 métert kellett teljesítenie. A dobogó harmadik fokára Juhász Adrián, világ és Európa bajnok evezős állhatott fel. Jó volt, hogy sok régi és mostani jó sportolót összegyűjtöttünk egy ilyen futamra, úgyhogy mindenképp jónak tartom. Az előző futamomban második lettem, ami helyezésben jó, de szerettem volna jobbat húzni, mert tudtam otthon korábban egy kicsit jobbat, de ez most így sikerült. A világbajnok kettes másik fele, Simon Béla, másodikként ért célba. A VIP futammal azt gondolom, hogy elégedett lehetek, egy egész jó 500-öt össze tudtam hozni, bár sokat nem nevettem közben, azért ez nagyon fájdalmas tud lenni. A 2000 méterre nem vagyok maradéktanul elégedett, azért ennél húztam már bőven jobbat, otthon is edzésen is, szóval abban még azért maradt egy kicsi, majd kárpótolom vízen azt, ami itt benne maradt. Az olimpikon Pétervári Molnár Bendegúz nem csak a VIP futamon, hanem a 2000 méteres főszámban is nyerni tudott. Meg szerettem volna dönteni az országos rekordot, ettől végül elmaradtam egy másodperccel, de igazából elégedett vagyok, tehát formámnak megfelelő időt húztam, és mindent kiadtam magamból, úgyhogy nyerni így is sikerült, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Az ergométeres országos bajnokságot idén 29. alkalommal rendezték meg, a versenynek az egyetemi csarnok adott otthont. Elfogadták Győr 2019-es költségvetését, a büdzsé főösszege csaknem 56 milliárd forint, 2,5 milliárddal több, mint tavaly. Újraindul az Oxigén Média középiskolásoknak szóló műveltségi vetélkedője, a Kultkupa középpontjában ezúttal a Munkácsi trilógia áll. Megvédte címét Lőrinc Viktor, a birkózó magyar nagydíjon két napon át Győrben versenyzett a kötött fogású világelit. Adásunkat időjárás jelentéssel folytatjuk. Térségünkben kedden vastagodó fátyolfelhőzet mellett szűrt napsütésre, tovább enyhülő időre van kilátás, élénk, olykor erős északnyugati szél fúj majd. Délután viszont már plusz 10 fok fölé is enyhülhet a Dunántúlon a levegő hőmérséklete. Éjszaka csökken a felhőzet, fagyni általában nem fog, de elvétve nem kizárt gyenge fagy, csillapodik a szél is.
Szerdán vékony fátyol felhőzet, zömmel napsütéses enyhe időig érkezünk, élénk északi széllel és a délutáni órákban újra 10 fok feletti maximumokkal. Hasonló időjárás lesz jellemző a folytatásban is a meteorológusok szerint. Sokfelé kisüt majd a nap, csapadék sehol sem valószínű. Főleg pénteken azonban mérsékelt északnyugati szél előfordulhat és helyenként felhősödés zavarja majd a napsütést. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió esti hírösszefoglaló műsorát látták február 25-én hétfőn. Ha tehetik, nézzenek bennünket holnap este is, hiszen 7 órától újra jövünk majd Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.